Néhány gondolatban a szerepedről, hogyha jól tudom, te Tomival azonos szerepet játszol a játékészítővel. Igen, mind a ketten Babszem Jankó szerepét alakítjuk. Külön jó az egyébként, mert Tomikával nagyon kevésszer tudunk együtt játszani, együtt szerepelni. Itt meg ugyanis a szerepünk is közös. Ez egy eddig soha nem látott feladat nekünk is. A próbákon nagyon figyelünk egymásra is, hogy ki mit csinál, ki mit csinál esetleg másképp. Kinek van olyan ötlet, amit át kell vegyen a másik. Ugye nem lehet az, hogy két teljesen különböző karakter legyen, tehát én figyelem azt, hogy ő mit csinál, ő meg figyel azt, hogy én mit csinál, és hogyha van az egyiknek vagy másiknak jobb ötlet, akkor ezt beépítjük a közös karakterbe. Akkor milyen testvérek vagytok, próbáljátok egymást túl játszani, vagy ahogy te is mondod, inkább segítség van? Ez inkább segítség, és igazából ha megjöttünk mi már nagyon ebből az egymás túljátszásából, a közös jóra törekszünk, és a közös eredmény az, ami a szemünk előtt lebeg, úgyhogy segítjük egymást nagyon. Legszépen Captain kapitány szerepét alakítom, egy bőgő masina, aki egy nagyon félelmetes kalóz közben, egy nagyon érzékeny lelkű, de nagyon vad kalóz kapitány, ami egy kimondottan jó gyerekdarab, karikatúra, karakter, alak, mesefigura. Feru, hát nem elég, hogy te vagy a legidősebb a darabban, még te vagy a legrémisztőbb is, hát mit szólnak ehhez itt a gyerekek karácsonykor, amikor vidáman ide jönnek a fa alól? Hát én azt látom, hogy a gyerekek egyáltalán nem rémültek meg tőlem, sőt, nagyon szeretnek velem az előadások közben fotózkodni, és még egyetlen egy olyan gyereket nem láttam, aki sírva jött volna oda hozzám, pedig a gyerekek azt szokták. Nem, hanem jöttek oda, kapaszkodtak belém, és akkor kellett átgondolnom, hogy tulajdonképpen most rémisztő vagyok, a rettentő vagyok, vagy pedig a szerethető Borodin. Valószínűleg ez a rettentően szerethető Borodin lettem ebben a darabban. Ilyen mesedarabot is ugyanolyan komolyan kell venni, mint bármi más, mert egy komoly énekes számom is van benne, ami nagyon klassz, nagyon szórakoztató. Az én dalom az nem változott meg, a prózai rész az megváltozott, azt újra kellett tanulnom. Kinek ajánlod egyébként, hogy eljön és megnézze? Most azt kell mondanom, hogy gyerekeknek ajánlom, de igazából nem, mert olyan poénok vannak benne, amik felnőttekre is vonatkoznak, és felnőttek is fognak rajta szerintem nagyokat kacagni, úgyhogy a családoknak javaslom igazából, de mivel a mese, a fantázia az örökérvényű, és nem korfüggő, ezért igazából mindenkinek ajánlom.